Folytatódik a Bándi Kata meggyilkolásával vádolt P. László tárgyalása. A pécsi törvényszéken ott van tudósítónk Szilágyi Jenő. Szervusz Jenő, kiket hallgattak meg eddig a mai tárgyaláson? Kiderült-e bármi új az ügyről? Szervusz Andrea, köszöntöm a hírtévé nézőit. Nos, igen, kiderült. Délelőtt a bíróság 13 olyan tanút hallgatott meg, akik a zárt adatkezelést kértek, ami azt jelenti, hogy még a nevük sem hangzott el, csak sorszámuk volt, ez alapján hívták be őket a terembe. Voltak köztük olyanok is, akik azt kérték, hogy a vádat ne legyen jelen, amikor tanúskodnak. Először azokat hallgatták meg, akik ott voltak azon a születésnapi bulin, ahonnan Bándi Kata hazaindult, valamennyien azt mondták, a lány vidám volt és jól érezte magát. Azután az a tanú következett, aki megtalálta a lány alsó neműjét egy személygyűjtőben a játszótéren. Ez 3 nappal azután volt, hogy felfedezték a holttestet. Azt mondta, mivel érdekelte az ügy, korábban ilyen területen dolgozott, ezért kutakodott. Az alsó neműn cigaretta égés nyomokat talált. Egy másik tanú látta a párt elmenni a házuk előtt, neki úgy tűnt, veszekedtek, de ezt szerelmes pár veszekedésének vélte. A legérdekesebb tanú az volt, aki arról beszélt, hogy a parkból sikoltást hallott, és azt, hogy valaki azt kiabálta, hogy ne bántsatok. Majd egy autót látott elmenni a helyszínről. A bíró ezután bejelentette, azokat a kiskorú gyerekeket, akik megtalálták a holttestet, kiszállással hallgatják meg, mert a bíróságra nem lehet őket idézni. Ez pedig azt jelenti, hogy szerdán biztosan nem lesz elsőfokú ítélet. A tárgyalások most szünet van, délután még 10 tanút hallgatnak meg, holnap pedig a szakértők következnek. Jenő, a vádlottat most sem hallgatják, meg nem tesz újabb vallomást? Nem tesz újabb vallomást, minden tanú vallomás után megkérdezi tőle a bíró, hogy mit szól azokhoz, amik elhangzottak. Hát nagyjából nincs véleménye. Azok a tanúk pedig, akik kérték, hogy ne legyen jelen, azután az történt, hogy behívták a vádlottat, és elmondták nekik, hogy mit tanúskodtak előtte. Tulajdonképpen ez az egyhez volt megjegyzés ahhoz a vallomáshoz, amiben az van, hogy egy autót hallottak elmenni a helyszínről, illetve egy sikoltozást. Azt mondta, hogy vélhetően ez nem ott és nem akkor történhetett, hiszen ő egyáltalán nem így adta elő a történetet. Szilágyi Jenő, nagyon szépen köszönjük. Folytatódik a Bándi Kata meggyilkolásával vádolt P. László tárgyalása. A pécsi törvényszéken ott van tudósítónk Szilágyi Jenő. Szervusz Jenő, kiket hallgattak meg eddig a mai tárgyaláson? Kiderült-e bármi új az ügyről? Szervusz Andrea, köszöntöm a hírtévé nézőit. Nos, igen, kiderült. Délelőtt a bíróság 13 olyan tanút hallgatott meg, akik a zárt adatkezelést kértek, ami azt jelenti, hogy még a nevük sem hangzott el, csak sorszámuk volt, ez alapján hívták be őket a terembe. Voltak köztük olyanok is, akik azt kérték, hogy a vádat ne legyen jelen, amikor tanúskodnak. Először azokat hallgatták meg, akik ott voltak azon a születésnapi bulin, ahonnan Bándi Kata hazaindult, valamennyien azt mondták, a lány vidám volt és jól érezte magát. Azután az a tanú következett, aki megtalálta a lány alsó neműjét egy személygyűjtőben a játszótéren. Ez 3 nappal azután volt, hogy felfedezték a holttestet. Azt mondta, mivel érdekelte az ügy, korábban ilyen területen dolgozott, ezért kutakodott. Az alsó neműn cigaretta égés nyomokat talált. Egy másik tanú látta a párt elmenni a házuk előtt, neki úgy tűnt, veszekedtek, de ezt szerelmes pár veszekedésének vélte. A legérdekesebb tanú az volt, aki arról beszélt, hogy a parkból sikoltást hallott, és azt, hogy valaki azt kiabálta, hogy ne bántsatok. Majd egy autót látott elmenni a helyszínről. A bíró ezután bejelentette, azokat a kiskorú gyerekeket, akik megtalálták a holttestet, kiszállással hallgatják meg, mert a bíróságra nem lehet őket idézni. Ez pedig azt jelenti, hogy szerdán biztosan nem lesz elsőfokú ítélet. A tárgyalások most szünet van, délután még 10 tanút hallgatnak meg, holnap pedig a szakértők következnek. Jenő, a vádlottat most sem hallgatják, meg nem tesz újabb vallomást? Nem tesz újabb vallomást, minden tanú vallomás után megkérdezi tőle a bíró, hogy mit szól azokhoz, amik elhangzottak. Hát nagyjából nincs véleménye. Azok a tanúk pedig, akik kérték, hogy ne legyen jelen, azután az történt, hogy behívták a vádlottat, és elmondták nekik, hogy mit tanúskodtak előtte. Tulajdonképpen ez az egyhez volt megjegyzés ahhoz a vallomáshoz, amiben az van, hogy egy autót hallottak elmenni a helyszínről, illetve egy sikoltozást. Azt mondta, hogy vélhetően ez nem ott és nem akkor történhetett, hiszen ő egyáltalán nem így adta elő a történetet. Szilágyi Jenő, nagyon szépen köszönjük.